a zsírok oldékonyságának vizsgálata. Ebben a kísérletben sertés zsírt fogunk használni. Van 4 darab kémcsövünk. Mind a 4 kémcsőnek az aljára megpróbálok egy bizonyos mennyiségű zsírt helyezni, és az első kémcsőre desztillált vizet fogok önteni, a másodikra benzint, a harmadikra alkoholt, és a negyedikre pedig acetont. Egy kicsit megrázzuk a kémcsöveket, és megnézzük, hogy mi történik. Tehát az első kémcsőhöz desztillált vizet adunk. Összerázzuk, hagyjuk egy kicsit állni. A másodikhoz egy kis benzin fogunk önteni. Ezt is hagyjuk egy kicsit állni. A harmadikhoz alkohol cseppentek, tömény etanol. Az acetont pedig kis cseppentővel hozzáadom. Ezt is összerázom. Megvizsgálva őket, látható, hogy az első kémcsőbe, amiben desztillált víz, és ugye ez a zsíradék van, itt igazából nem tapasztalható semmilyen változás. Hiába rázza az ember, nem történt semmi. A második esetben, amikor benzint öntöttünk a zsírhoz, nagyon jól látszik, hogy áttetsző lett. Tehát a zsír teljesen eloldódott, és az oldatnak a színe teljesen áttetsző, tehát színtelen, olyan, mintha víz lenne benne. Harmadik esetben, az alkohol esetében, ugye a zsírdarab ugyanúgy megtalálható a kémcsőbe, mint a víz esetében. Nem oldotta fel.
És a negyedik esetben, amikor acetont öntöttünk a zsíradékhoz, jól látható, hogy a zsír feloldódott az acetonba, viszont nem lett áttetsző, hanem ilyen fehér csapadékos formába oldódott bele az acetonba. A tapasztaltakat írjuk be a munkafüzetünkbe, és töltsük ki a megfelelő feladatokat.